A tavaszi klasszikusok első állomása a Strade Bianche, egy ikonikus verseny, ami az egyik kedvencem. Tulajdonképpen ez egy gravelpálya, valószínűleg azért is tetszik ennyire, ahol a klasszikus toszkán táj és a fehér utak pora keveredik a versenyzők szenvedésével. Nagyon epik, ahogy megrakják a profik, igazi kerékpárversenyzés a javából, imádom. Elterjedt, hogy az ilyen egynapos versenyekhez a hétvége másik napján csatolnak egy úgynevezett Grand Fondót, ahol amatőrök is elindulhatnak a profi verseny útvonalán. Úgyhogy első nap nyomtunk is egy nagy Siena kört, igazi turisták voltunk a javából. Csinálok egy jó képet. Aztán átvettük a rajtcsomagot, és kimentünk az egyik legjobb szektorba szurkolni a mezőnynek. Ez volt a Le Tolfe, az utolsó fehér kavicsos szektor, ahol már nagyon kiéleződött a verseny. Gyuri, holnap mi lesz velünk itt? De egy 40-es átlagot mi is megyünk? Lefelé maximum. Így, hogy magyarok is indultak, különösen izgi volt Walter Attilának meg Vetter Eriknek. Torkunk szakadtával üvöltöztünk, és szerencsére meg is lett az eredménye, remélem ennek is, mert Ati egyébként egy szenzációs 5. helyen ért célba. Szuper kerékpáros élménydózis egy ilyen hétvége, mert az első nap profikat nézni már önmagában is szuper, ráadásul itt még másnap ki is próbálhatjuk a pályát. Mega, hogyha tehetitek, akkor gyertek és próbáljátok ki egy ilyet. Oh! Nagy sietségbe ideértünk. Most mondták be, 6500-en vagyunk. 6500 ember van előttünk. Most elment a rajt egy perce, és így nézünk ki. Jó csipős rajt volt, tempó is csipős volt. A lehetmenet főleg. Ja, a lehetmenet főleg. Jó gyorsan eljöttünk, de aztán közben rájöttem, hogy hideg van. Magyar gruppettó kialakult, szevasztok. Kicsit ideges a mezőny, ennyi emberrel azért nehéz. Nagy különbségek vannak, meg a rajtszámot nem úgy osztották ki, hogy kinek milyen tudás szintje, úgyhogy egy ilyen autópályaszerű dolog van. Aha! Első szektor! Első szektor meg volt, 4 leesett kulacs legalább, 5 defektes ember, 3 random ember, aki nem tudom miért, de útszérén állt. Azért ez para. Mindig van valaki, legalább 500 watton megelőz. Finish. Második szektor. Szoktuk mondani mindenféle bicikli jogravelre, de itt tényleg 23-as országúti külsős emberek és mountain bike-osok fullival. Nagyon jó élmény, brutál jók ezek a szakaszok. Ilyen király, első osztályú. Frissítünk, Gyuri a sportoló. Baszti meg a Ultra Bringás Bikepacker. Ez visz fel a hegyre, Gyurikám. Eszed ezt a műanyagot. A legjobb! Toszkánai bringás tömegjelenetek folytatódnak, 2-es frissítőpont. És így féltávot elhagyva, bármennyi is, hogy nem rántjuk neki, meg megyünk
kevesebbet 1000 szinttel, meg kb. 60 kilivel, mint a prók, az tudni, hogy ezek a ilyen rövid párperces, ilyen 10%-ok, ezek iszonyatosan kivesznek, és azért érni a lábakat. Márkatárs! What are the chances? Triti! 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 Yeah! Triti! Megyünk, van még két szuper szektor, az egyik az pont az, amit ahonnan tegnap néztük a versenyt. Azt nagyon menő lesz átélni. Úristen! És akkor, igen, ez már 12%, 16, de legalább a nyeregben vagyok. Jó, szektor vége. Rotty. Vagyunk, hogy Stranger Zoknit van. Azám, hashtag jó érzések. Szia, Jani, a helyzet? 3 kili van hátra. Ott a cél. Bellissimo! Good job! Szép volt, szép volt! Szép volt, ugye? Szóval egy 5-6 óráig olyanok voltunk egy kicsit, mint a profik, meg a versenyzők, meg ki voltunk szolgálva, színpadra emelve, egy esemény résztvevőként. Most meg itt sétálgatunk vissza a kocsihoz, és igazából visszamentünk abba, amik vagyunk, turisták. Csak a bringás fajtából. De tudod, mi a legjobb? Nem. A társaság. Oh.